Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket egy újabb Half-Life 2 beta videóban, ami most egy kis kiegészítő videó lesz a beta sorozathoz, ugyanis ehhez is kell szülessen egy, mivel két olyan pályát kihagytam, amit érdemes megnézni, és amit szerettem volna bemutatni. Szóval ebbe is most belevágunk, és ide készítettem már a kis TXT-mbe, hogy mi lesz az a két pálya. Az első, amivel kezdünk, az a City Test 03, ami még korán sem City 17, vagyis 17-es város, hanem csak egy kis tesztpálya, egy kis próbálkozás arra, hogy mit tudnak összehozni az engine-nel. Viszont az internetes fórumok és egyéb weboldalakon ez a pálya a Free TV nevet kapta, ugyanis volt egy olyan verzió, amiben egy karakter itt végig szaladt lopott tévével a kezében. Rajongók ezt reprodukálták, és nem tudom, hogy meg tudom-e szerezni valahonnan azt a mapot. Ha igen, akkor bemutatom. Egyelőre csak arra vagyok kíváncsi, hogy azon kívül, hogy próbálkoztak elvilegesen már az európai feelinget itt összehozni, hogy van-e bármi más ezen a pályán, amit érdemes megnézni, azon kívül, hogy Elix-nek az első verziója már itt van. És egy utcával odébb lehet lépni kapun, illetve sikátoron keresztül. De ahogy nézem, más nem nagyon van. Ez egy kis tesztelgetés város kinézetre, ahogy látjátok, eléggé nyers, ugyanis még az ajtók illesztése sem tökéletes. Viszont nem rossz. Bár engem valamiért ez a rész itt egy kicsit GTA-ra emlékeztet inkább, ha nem lennénk FPS-ben persze. Itt a sarkon szintén Elix modelljét megtaláljuk, illetve a korai First Aid, nem mondhatom, hogy kitett, tehát a korai első segélygépet és a HGV ruhatöltőt megtaláljuk. Ezek ugye az első részből ismertek, és azt hiszem ez a pálya ennyi. Nem biztos, hogy túl hosszú lesz a videó ez miatt, mert nem tudunk máshová bemenni se, illetve a kaputelefonokat, amik ide ki vannak függesztve, már gondolkodtak rajta, hogy használhatóvá teszik, de még igazán semmire nem jó. Itt egy gumi, amit felkapni nem lehet. Világítás már van, de az épületek belsejébe se lehet benézni. Ahogy gondolom, ide se lehet átmenni, úgyhogy ez a pálya, ez ennyi. A következő, amit pedig meg akartam ebben a rövid kis videóban mutatni, az a Cave Canyon 08 nevet kapta. Szóval nézzük is meg ezt. Ez is egy teszt pálya, de én gondolom, hogy mi akar ez lenni. Ugye, ha emlékeztek, akkor a Half-Life 2-ben volt egy olyan jelenet, ahol bementünk egy ilyen rejtek helyre, ami egy hegynek a belsejében, egy barlangban van elrejtve. Erről is talán ismerős lehet. Nem tudom, hogy itt van-e bármi funkciója már a homoknak, ugye, hogyha itt ráléptünk az ilyenekre, akkor előugortak a barátságtalan Antlionok, mindaddig, amíg nem volt nálunk az a mirigy, amit dobálni lehetett, amitől megbarátkoztak velünk. Ez is gyakorlatilag ennyi, de érdekességképpen bemutattam, ugye így nézett ki ez a barlang a régi 2001-es bétás. 2001-es butaságokat beszélek, mert ez a két pálya, amit most megmutattam nektek, ez 2000 decemberében készült el. Akkor kezdték el már próbálgatni ezeket a kinézeteket a különböző pályákra. Na de, itt látjátok, ez ennyi lenne. Az ugrásmechanika mondjuk már bent volt itt a
kicsikét átírt Gold Source Engine-ben. De semmi más, ez a pálya ez így nézett ki, és ez lett később az a pálya, ahol gyakoroltuk a Zentlion Miridnek a használatát, hogy legyenek úgymond barátaink és ne ellenségeink. Na, viszont srácok, tudom, hogy rövid lett ez a videó, de nem találtam más bemutatásra érdemes pályát a tesztpályák között, szóval ennyivel zárul most már tényleg véglegesen a Half-Life 2 beta áradat. Hamarosan találkozunk egy másik videóban, és ha ez tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok. Addig is legyetek jók, sziasztok!